Szeretettel köszöntöm a megjelenteket a Pilisvörösvár város önkormányzata által megrendezett 2018. évi közmeghallgatáson. Tisztelettel köszöntöm az önkormányzati képviselőtestület tagjait, a polgármesteri hivatal tisztviselőit, a német nemzetiségi önkormányzat tagjait, az önkormányzati intézmények képviselőit, az állami intézmények képviselőit, a közszolgáltató intézmények és cégek képviselőit, és minden kedves pilisvörösvári polgár, aki megtisztelte jelenlétével a mai közmeghallgatást. Röviden ismertetem a közmeghallgatás tematikáját. Grumon István polgármester hivatalosan megnyitja az önkormányzati képviselőtestület ülését, megállapítja a határozatképességet, majd a testület elfogadja a napirendet. A napirend elfogadása után polgármester úr vetített képes beszámolót tart az önkormányzat elmúlt egy éves munkájáról. A polgármesteri beszámoló után az önök közérdekű kérdéseire kerül sor. Felhívom a figyelmet arra, hogy a nem közérdekű, egyedi, illetve egyéni ügyek intézési fóruma nem a közmeghallgatás. Az ilyeneket a polgármesteri hivatalban kell intézni a félfogadási időben. A kérdések, javaslatok elmondására polgármester úr, mint levezető elnök adja meg a szót. A kérdést, illetve javaslatot a széksorok előtt, ahol én állok, középen elhelyezett mikrofonnál lehet megtenni. Ez egyrészt a jó hallhatóság, másrészt a jegyzőkönyvvezetés miatt szükséges. Amennyiben a kérdés jellege, tartalma indokolja, a választ az önkormányzat vagy a hivatal írásban adja meg, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott 15 napon belül. A közérdekű kérdések megválaszolása után polgármester úr összegzi a közmeghallgatás eredményeit és bezárja az ülést. Az ülés után a körzeti képviselőkkel lehetőség lesz személyes megbeszélésre is. Kérjük, ha valaki a szűkebb lakókörnyezetére vonatkozó, vagy személyes jellegű kérdést, problémát, vagy felvezetést szeretne megbeszélni, fáradjon a közmeghallgatás végén a körzeti képviselőjéhez. Ez voltak a legfontosabb tudnivalók. Köszönöm a figyelmüket, most pedig átadom a szót Grumon István polgármester úrnak. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Örülök, hogy azért nem üresek a széksorok, sokszor elmondtam már, most is elmondom, egy kisebb vagy egy nagyobb közösségben addig van demokrácia, ameddig a közösség tagjai odafigyelnek a közösség ügyeibe, ügyeire is részt vállalnak belőle. A részvétel legjobb alkalma a közmeghallgatás, hiszen egy évben egyszer van ilyen, és akkor lehetőség van arra, hogy tényleg eszmét cseréljünk általánosság, vagy konkrétan is a város dolgairól. Mielőtt belekezdenék a mondókámba, ahogy elhangzott, vannak ilyen hivatalos részek, amin túl kell esnünk. Először is meg kell állapítanom a képviselőtestületnek a jelenlétét. Előre jelezte nekem Kis István képviselő úr, hogy nem tud itt lenni. A többiek, én úgy tudom, hogy itt vannak, de nincs nálam még a jelenléti ív, nem tudom, az merre jár. Úgy láttam, közben Körösi képviselő is megérkezett, úgyhogy az én számításom szerint 11 fővel határozatképesek vagyunk. Ezt a jelenléti ív is igazolja, tehát kijelentem, hogy a képviselő testület határozatképes számban 11 fővel együtt van. Javaslatot teszek a napirendre. A napirenden a meghívón szereplő két napirendi pontot javaslom felvenni. Egyes a polgármesteri beszámoló az önkormányzat elmúlt egy éves munkájáról. Kettes lakossági kérdések és hozzászólások. Kérdezem képviselő társaimat, kíván-e valaki a napirendi javaslathoz hozzászólni? Úgy látom, hogy nem, akkor határozathozatal következik a döntés egyszerű többséget igényel. Kérdezem, kiért egyet az előterjesztett napirenddel? Készfeltartással szavazunk. Igen, Körösi képviselő a széksorokban ül, de láttam a jelzését,
Úgy látom. Köszönöm szépen. Akkor úgy látom, hogy egyhangú 11 igennel a napirendet elfogadtuk. Ennyi volt az előzetes, és akkor egy picit türelmeket kérem, amíg idejövök a pulpitushoz, és akkor rögtön meg is kezdjük az első napirendet. Tehát, ahogy elmondtam, a önkormányzat elmúlt egy éves munkájáról szeretnék beszámolni. A képviselőtestület, majd mindig figyeljék a hátam mögött kivetített képeket, de úgy látom a mikrofon egy picit gerjed, úgyhogy vagy lejjebb teszem, vagy a hangerőt kell lejjebb venni. Jó, talán így most jobb lesz. Képviselőtestület tag összetétele nem változott az elmúlt évben. Ugye 12 fős a testület korábban valaha, még 2010 előtt, ugye nagyobb létszám volt 18 fő, sőt volt 20 is a rendszerváltozás után. Most 12 fő, negyedik éve volt ez ennek a képviselő testületnek, egy év van hátra a ciklusból, hiszen a legutóbbi ciklus ugye 5 éves a törvény alapján, tehát 5 évre kapta a mandátumát a mostani testület. A képviselő testület a tavalyi közmeghallgatás óta összesen 18 alkalommal ülésezett. Ennek a többsége rendes ülés volt, összesen ebből 4 volt rendkívüli ülés. Ott van egy rövid statisztika, hogy körülbelül mennyi ügyet tárgyaltunk meg. A napi rendek száma 184 volt, és ez alatt hoztunk majdnem ennyi 177 határozatot, és voltak rendeletek, új rendelet és módosítás is közben. Hát ez egy kívülállónak nem olyan sokat mond, ülésenként egy átlag, ez ilyen jó tízes átlag, de ezt ugye a rendkívüli ülések statisztikailag rontják, mert általában a rendkívüli üléseken csak egy vagy két napirend van, a rendes üléseken jóval több, 15-16-17 napirend szokott általában lenni. A képviselők jelenléte az többségében példamutató, tehát van egy ilyen összesített táblázat, a képviselőtestület tagjainak döntő többsége az üléseken jelen van. Külön kiemelem azokat, akik az elejétől végéig, tehát ugye nem szoktak késni, vagy nem mennek el hamarabb, összesen láthatják, hogy van 5 olyan képviselő, akkor minden ülésen az első perc az utolsóig részt vett a munkában. A polgármesteri hivatal szerkezetét minden évben kivetítem, egyrészt azért, mert időnként vannak benne változások, másrészt azt tapasztalom, hogy akár hányszor is elmondjuk, az átlagember fejében a képviselő testület, illetve a hivatal összemosódik, nem nagyon értik az emberek, hogy most mi a különbség egy polgármesteri hivatali ügyintéző vagy köztisztviselő, illetve egy megválasztott önkormányzati képviselő között. Tehát a hivatal, ugye látják, az összesen most már 78 emberből áll, vagy státuszból, de ez nem mind ügyintéző vagy köztisztviselő, hanem mint látják, például a főzőkonyha dolgozói ebből 16,25% álláshelyet tesznek ki, vagy a városgondnokságnak az emberei, vagy a kertészeti csoporté, tehát nem arra kell gondolni, hogy ezek irodai alkalmazottak, hanem szervezetileg a polgármesteri hivatal szervezetéhez tartoznak. Itt is gyakorlatilag kisebb változások voltak csak. A városgondnokság az közvetlen a jegyző irányítása alá került az elmúlt évben, így hatékonyabbnak tűnik a munka, mint amíg a műszaki osztálynál volt, mert a műszaki osztály a saját dolgaival annyira el volt foglalva, hogy nem maradt elég idő az irányításra. Ha csak melyik mivel foglalkozik, nagyon röviden kitérnék rá, tehát például igazgatási osztály miket csinál, ott van az anyakönyvvezető, ott van az iktatás, ipar, kereskedelem, szociális ügye, tehát ha valaki nem tudja, hogy mire kell gondolni, mi az, hogy igazgatási osztály, akkor ilyesmire tessék gondolni. Gazdálkodási osztályon folyik a könyvelés, ugye az önkormányzatnak a könyvelése, ott van a pénztáros, ott van az alkalmazottaknak a bérelszámolása, és ott van az adócsoport, amelyik az adókat, helyi adókat kiveti, illetve behajtja. Műszaki osztály leginkább hatósági ügyekkel foglalkozik, közútkezelés, városüzemeltetési kérdések, mezőgazdaság, állattartás, ilyesmi,
de az önkormányzatnak, a képviselőtestületnek az ügyeit is intézi, előterjesztéseket ír, a beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatban véleményezi a különböző szabályozási terveket, bonyolítja a beruházásokat, tehát sok ilyen műszaki jellegű kérdéssel foglalkozik. Az építés hatósági osztály, amelyik a Puskin utca 8-ban működik, az igazából egy járási feladatot lát el, tehát 9 település részére végzi a feladatát. Itt egy nagy változás van, ugye, mert a jogszabályok alapján most már a építési engedélyek száma jelentősen lecsökkent, mert egy csomó építéshez nem kell előzetes engedély, csak esetleg településképi vélemény. De vannak azért építési engedélyes eljárások is, tehát ők nem csak Vörösvár, hanem a 9 település részére végzik ezeket a munkákat. A kertészeti csoportról és a városgondnokságról, majd meg a konyháról, amik nem közvetlenül ugye hivatali munkák, majd külön oldalakon szeretnék részletesebben beszámolni. Minden évben a beszámolóban egy első témakör a költségvetés. A költségvetésnél a sarokszámra hívnám először fel a figyelmet, hogy miből gazdálkodunk. A jobb alsó sarokban lehet látni, hogy a Vörösvári önkormányzatnak a költségvetése gyakorlatilag 2,3 milliárd forint nagyságrendileg. És a főbb számokat azért szoktam ide rakni, hogy mégis nagyságrendileg lássák, hogy mire megy a pénz. Ennek a, hogyha a bevételi oldalt nézem, ebből a 2,3 millióból nem egészen 1 milliárdot, tehát messze a felét sem éri el az állami támogatás. Azért szeretem elmondani, hogy sokan úgy ösztönösen azt gondolják, hogy ez az önkormányzat, ez egy ilyen feneketlen pénzzel zsákodnak, arra van pénze, amire csak akarja. Ez nem így van. Ugyanúgy van, mint otthon a háztartás, hogy sok mindenre kéne a pénz, és nem mindenre van, amire szeretnénk, hanem van valamennyi pénz, és a többit vagy hozzá kell keresni, vagy a kiadásokat ahhoz kell igazítani. Ez ugyanígy van az önkormányzatnál is, tehát amint látják, az államtól kapott működési támogatások az 1 milliárd forintot sem érik el. A másik, amit a jobb oldalon a kiadásoknál szeretnék így globálisan mutatni, hogy kb. A 6., 7., 8. sor táján van, hogy ebből a 2,3 milliárd forintos kiadásból a beruházások, a felújítások és az egyéb felhalmozási kiadások, azt a három sort összeadjuk, az durván egy olyan 350 millió forint körüli összeg, ami a teljes költségvetésnek körülbelül a 15%-a. Én ezt egy nagyon jelentős eredménynek tartom, hogy a Vörösvári önkormányzata körülbelül a költségvetésének a 15%-át beruházásra tudja fordítani, most már évek óta. Ez messze nem volt így korábban. És ez jelenti és mutatja a hatékony és költségtakarékos gazdálkodást, mint a családi kasszában is, hogy minél jobban gazdálkodunk, minél többet keresünk, és minél jobban spórolunk a kiadásoknál, annál több marad a fejlesztésre, vagy eszközbeszerzésre, vagy bármi egyébre. A részleteket majd új táblázatokban mutatom. Például a költségvetési bevételeknek a részletezését láthatjuk a újabb táblázaton. Itt néhány sorra, mert nagyon hosszú, ugye 22 sor van, néhány sorra szeretném csak a figyelmet fölhívni, hogy a bevételei az önkormányzatnak többségében miből származnak. Itt a sorrend az nem a fontosság szerint van, hanem hogy a államháztartási törvény előírja a költségvetésbe, azt a sorrendet tartottuk meg, tehát az első például nem egy fontos sor, az egyik közhatalmi bevételek, de az van az első helyen. A második az már fontosabb, a helyi adók, ugye háromféle helyi adó van Vörösváron, majd ezeket is mutatom részletesebben, ezekből nagyságrendileg 616,5 millió forint várható az idei évben. Tavaly ennél valamivel több volt, de óvatosan terveztünk, mert az évvégi feltöltések miatt nem biztos, hogy az idén is majd tartható lesz az a bevétel. Jelenleg olyan 88% körül vagyunk, ha jól emlékszem a mai napon. Amire fölhívnám még a figyelmet, az mondjuk a 9. sor, ahol az helyi önkormányzatok működési támogatása, ezek a normatív támogatások,
lehet látni, hogy bár emelkedett a tavalyi évhez képest, mondjuk egy 30 millióval körülbelül, de majd részletesen ki fogom mutatni az intézmények fenntartásánál, vagy az egyéb önkormányzati kötelező feladatoknál, hogy ez az állami támogatás, ez 40-50-60%-át, ha fedezi azokon a sorokon a tényleges kiadásoknak. Majd fogom mutatni ezeket. Igazából ezen az oldalon lehetne még böngészgetni, de úgyis a legfontosabb soroknak a részletezése jön, tehát inkább azt majd ott mondom el. Következő oldalon már is látunk egy ilyen részletezést, a működési célú állami támogatásoké, tehát látjuk a jobb alsó sarokban, hogy durván egy 680 millió forintot kapunk az államtól. Ebből itt a sorok mutatják, van, amit a önkormányzat általános működéséhez kapunk. Ez sajnos elég kevés, mivel viszonylag Vörösváron magas a adóbevételünk, a helyi adóbevételünk, ezért az állam kevesebbet ad. Rászorultsági elven gondolkodik az állam, és úgy látja, ha van nekünk elég pénzünk, akkor ő kevesebbet ad. Köznevelési feladatokra 313 millió, szociális feladatokra 219, majd meg fogom mutatni, hogy csak a napos oldalnak a fenntartása az ennek a többszörösébe kerül, de hát ezeket az összegeket kapjuk. Kirívóan kevés a kulturális feladatokra kapott összeg, majd fogom mutatni, hogy a Művészetek Háza fenntartásának ez ilyen, ha jól emlékszem, 20-25%-át fedezi, de majd ha odaérünk pontosabban, meg fogom mutatni. A helyi adó bevételeinknek a részletezését lehet látni a következő táblázatban. Látszik, hogy az iparüzési adónk a tavalyi évben nagyon szép, magas volt a 2017-es előirányzathoz képest, évvégén majdnem egy 50 millióval több lett, de még egyszer mondom, hogy azért is az idén nem mertük azt teljesen betervezni, mert az mindig egy bizonytalan szám, hogy a 2017-i tényleges, utána ténylegesen, amíg a végleges elszámolások megtörténnek, mennyi a vége. A magánszemélyek kommunális adójából most már az utóbbi években mindig beállt ilyen 85 millió forint körüli bevételünk van, és a tartózkodás után idegenforgalmi adó, amit lényegében a panziók fizetnek, ez egy 2 millió forint, de ezt nem a vörösvári emberek fizetik, hanem a vendégek, akik megszállnak a panziókban. Gépjármű adóból durván egy ilyen 55 millió forintos bevételünk volt tavaly is, meg az idén is. Ugye lehetne nagyobb is, korábban a gépjármű adónak a egész összege nálunk volt. Néhány éve az állam ezt megkurtította, és a 60%-át azt az államnak kell, hogy befizessük, nálunk a 40% marad. Ezek a 40%-ok a 55 millió. Ezért aztán az önkormányzatnak sok egyéb módon kell bevételt produkálni, ahhoz, hogy a feladatait megfelelően el tudja látni. Egyik ilyen bevételi forrás a pályázatok. Hát itt is nem a fontossági sorrend szerint haladunk, ez egy kisebb dolgok, a közművelődési pályázatok, de minden évben szoktunk valamennyit nyerni. Ebben az elmúlt egy évben is két ilyen közművelődési pályázatot nyertünk, közel 600 ezer forint összeg, nem egy nagy összeg, de több a semminél. Komolyabb bevételt jelentenek a fejlesztési pályázatok. Az elmúlt egy év alatt 10 nagy fejlesztési pályázatot nyújtottunk be. Egyébként ennél többet vizsgáltunk meg természetesen, tehát folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. Azzal is sok munka van, amit végül nem nyújtunk be. Tehát azzal is kell dolgozni, amíg eldől az, hogy most végül is be tudjuk nyújtani, vagy nem tudjuk, akarjuk, vagy nem akarjuk, tehát azzal is sokat kell dolgozni. De 10 benyújtott pályázatunk volt, mindegyik fontos, úgyhogy ezekre egy kicsit részletesebben ki is térnék. Ugye a Viszmajor pályázat az mindig akkor van, ha valamilyen természeti katasztrófa van, csapadékvíz leginkább jellemző Vörösváron, ami károkat okoz, utakat megrongálja, átereszeket megrongálja, hordalék, elöntések. Ezeknek a rendbetételére lehet pályázni, amikor elfogadják a pályázatunkat. Tehát tavaly volt egy ilyen, Kína Lívülnél a Ipartelep utcai árok, ugye a útmenti árok erősen megrongálódott, és azt sikerült pályázati pénzből helyreállítani. Nagyon örömteli volt a házi orvosi rendelők felújítására nyert támogatás.
ami majdnem 17 millió forint. Itt volt egy szomorú történet, hogy kiírtuk már a kivitelezési közbeszerzést is, de nem volt ajánlattevő. Biztos vannak, akik hallottak arról, hogy az építőiparban milyen nagy kapacitás hiány van. Ugye nagyon sok cég az elmúlt években, míg nem ment a gazdaság annyira, vagy megszűnt, vagy nagyon sokan kimentek külföldre munkát vállalni, és most, mikor újból vannak megrendelések, most nagyon nehéz kivitelezőt találni. Ennek egyik következménye például az ilyen, hogy nincs ajánlata, a másik, hogy jóval drágábbak az ajánlatok. Az idei évben a legtöbb beruházásomnál 10-15-20%-os felárral tudtuk végül a közbeszerzési eredményeket kihirdetni, az építőiparban annyira fölmentek az árak. De azért természetesen ez a pénz itt van, tehát remélem, hogy a következő közbeszerzésen, ami már folyamatban van az előkészítése, ott lesz ajánlattevő, és akkor, ahogy a tél véget ér, nekiállunk a két háziorvosi rendelő felújításának, tehát a rendelőben az első emeleten mindenki tudja, hogy melyik két rendelőről van szó. Csapadékcsatorna építésre is pályázunk, amikor csak lehet, hiszen Vörösváron, de mindenhol a környéken ez a legnagyobb probléma. Nálunk nincs nagyon árvíz, meg belvíz, de csapadékvíz az van. És ez a pályázat, ez a Nagytótól visszafelé egy szakasznak a megoldására vonatkozott volna, egy 90 millió körüli projekt. A probléma az, hogy már tavaly szeptemberben benyújtottuk, tehát több mint egy éve, és nincs elbírálva. Tehát ez egy olyan probléma, ami többszörösen sújtja az önkormányzatot, de minden pályázathoz önrészt is kell biztosítani. Az önrészünk az ott le van kötve, nem tudjuk forgatni, nem tudjuk felhasználni, mert ha meg elveszem onnan, nem tudom melyik percben bírálják el a pályázatot, akkor meg nincs meg az önrészhez a fedezetem. Ez egy nagyon súlyos probléma, ez a legkirívóbb, ez a csapadék csatornás pályázat, mondom, ami tavaly szeptember 20-a óta akkor adtuk be, azóta nincs elbírálva. Következő a négyes, a harmadik új háziorvosi rendelő kialakítására benyújtott pályázatunk. Hát ezt májusban nyújtottuk be, ez sincs még elbírálva. Ennek az lenne a célja, hogy megszüntessük azt az állapotot, ami most van, hogy a Kárász doktor volt hidas rendelő, mindenki tudja. Abban a rendelőben 3 orvos kénytelen rendelni naponta, ami nekik nagyon nehéz, de a betegeknek is nehéz, mert még ott ül az előző orvosnak a betege, amikor már érkeznek a következő orvosnak a betegei, és ez nagy gondot okoz, az átállás is. Úgyhogy szeretnénk ezt orvosolni azzal, hogy lenne az alapsorba a gyermekrendelő mellett egy új rendelőt kialakítanánk az eddigi kihasználatlan helyiségekből, és akkor fönt csak ketten maradnának, kis átcsoportosítás lenne, föntibe két-két orvos lenne, egy pedig lemenne az alaksorba. Hát bízunk benne, hogy még nyerhetünk ezen, ez egy durván 20 milliós projekt volna. A ötödik sorba az viszont már egy sikeres pályázat a szakorvosi rendelő eszköz fejlesztésére. Eredetileg csak röntgengépet szerettünk volna, később sikerült az igényeket kibővíteni. Ebben nagy szerepe volt és nagy érdeme magának a rendelő személyzetének, hogy az igényeinket kiszélesítettük ultrahangkészülékekre, meg sok egyéb másra, műtőasztalra, egyéb orvosi eszközökre, és sikeres volt ez a kérelmünk, hogy végül 125,5 millió forint támogatást ígértek meg erre. Kormányhatározat van, tehát ez egy tényként kezelhető. Remélhetőleg a jövő évben sor kerül ezeknek az eszközöknek a beszerzésére. Ez nagyon fontos lesz, mert ekkora összegeket, hogy az önkormányzat saját költségvetéséből nem tudna költeni. Így is sokat költöttünk a rendelőre, mindenki tudja, lift, energetikai korszerűsítés, most a házi orvosi rendelő. Tehát így is nagyon sokat költünk, de ezek megint csak óriási kiadások lennének, ha saját pénzből kellene. Szintén nyertünk a 6-os soron a zsidó temetőnek a kerítésének a felújítására. Itt már megvan kötve a támogatási szerződés, alá van írva,
de a kivitelezés valószínűleg tavaszra fog maradni, mert annyira elhúzódott itt is az elbírálás, amit látják, áprilisban nyújtottuk be, és augusztus végén, vagy augusztus elején bírálták el, úgyhogy még az elbírálással még ugye nincs megoldva, még el kell jutni odáig, hogy támogatási szerződés, kivitelező, kiválasztása, stb. Tehát az nem úgy megy, hogy rögtön lehet kezdeni, úgyhogy valószínűleg ez is tavaszra fog maradni, mert télen ilyen munkát nem lehet végezni. Nagyon fontos lenne a 7-es, a Csendbiztos utcai útépítés. Mindenki tudja, hogy ott milyen rossz állapotok vannak, főleg esők után, ugye a kereszteződésekben, úgyhogy hát nagyon fontos lenne. Egy ilyen út oda van írva, amit látják, több mint 100 millió forint. Tehát rettenetes sokba kerülne, széles az út, hosszú is az út, a csapadékvízelvezetést is meg kell oldani. Hát itt is áprilisban nyújtottuk be a pályázatot, még nincs elbírálva. Ott is fekszik 5 millió forintunk. Hát még bizakodjunk benne, hogy talán évvégéig esetleg megszületik a döntés. A piacnak a fejlesztésére is pályáztunk. Ez egy 70-75 millió körüli pályázat. Ehhez elég sok önrészt, majdnem 15 millió forint önrészt kellett biztosítani, de még így is megérni. Ugye szeretnénk a piacon leburkolni azokat a murvás területeket, ahol általában esők után a nagy tócsa van, amiben tapicskolnak, és megcsinálni rendesen a világítását, a kicsit korszerűsíteni az egész környezetét, kialakítani a zöld szigeteket, és ilyen árusító szaletlik is lesznek, hogy az árusok kulturáltabban tudjanak elhelyezkedni. Hát ez a pályázat sincs még elbírálva, de reménykedjünk, hogy esetleg ezen is tudunk nyerni. Két olyan pályázatunk van, ami el van bírálva, de nem nyertünk. Az egyik a külterületi utak szilárd burkolattal való ellátás, ez ott az úttörház környékén lett volna. Egy 10 milliós projekt, ez volt a maximális pályázati lehetőség, de sajnos ezen nem nyertünk. És a másik az szintén egy fájó pont volt, ez a Ligeti óvodának a felújítására volt egy 80 milliós projektünk, sajnos azon sem nyertünk, most már harmadszorra jól emlékszem. A Nemzetiségénél, tehát a Rákóczi utca, a Grádusz óvoda, a Széchenyi utca, ezeknél sikerült nyerni, majd arról később beszélek. A Ligetinél nem sikerült nyerni, nem értem a logikáját, de az nem sikerült. Annyit tudtunk tenni, hogy ami önrészre félre volt téve, az a 12,5 millió durván, 12,5 millió összeg, abból a legszükségesebb fejlesztéseket az idén megcsináltuk, tehát főleg a C-épület szárnya még nagyon rossz állapotban volt, az megújult, fogok majd erről később képeket is mutatni. Másik nagy bevételi forrásunk, vagy viszonylag jelentős bevételi forrás, hogy a saját meglévő ingatlanjainkkal, amiket éppen mi nem használunk, azokkal gazdálkodunk és bérbe adjuk, ebből is összejön 23,5 millió forint egy évbe, 16 olyan ingatlan van, amit jelenleg bérbe adunk, kint a szeméttelepnek az irodaházától kezdve végig láthatják. Legjelentősebb köztük a gyógyszertár, a Fő utca 124, a Sikari Patika, az egy önkormányzati épület, abból több mint 8 millió forint bevételünk van egy évben, ez nagyon jelentős. Második ez, ami a textilbolt volt, ruházati bolt, ahol most a Chimpex Kft. Van, abból majdnem 4 millió forint bevételünk van egy évben. Tehát többit is lehet látni, a Holt Okmányirodából van majdnem 2 millió, azt is kiadjuk. Tehát igyekszünk ezeket az épületeket hasznosítani, és olyan szerződéseket kötünk, hogyha az önkormányzatnak szüksége volna rá, akkor viszonylag hamar újból birtokba tudjunk lépni, és a saját céljainkra hasznosíthassuk. Ameddig nincs rá szükség, addig pedig hozzon bevételt. A kiadásoknál szintén egy összesítő táblázattal indítanék egy ilyen részletesebb összesítéssel. Nagyon sok szám van benne, én csak néhány dologra akarom fölhívni a figyelmet, főleg a vastagbetű sorokra. A hatos sorban van például a személyi juttatások, hogy majd fogom később mutatni, az önkormányzat körülbelül 220 embernek a munkáltatója, tehát nagyon sok embernek kell fizetést adnunk, ugye bér, plusz annak a járulékai. Itt láthatják, hogy a személyi juttatás, tehát a bér, aztán a 13. soron a járulék,
és aztán ugyanezeknek az intézményeknek a fenntartása, fűtés, világítás, stb. Tehát a dologi kiadások, a 19-es sor, ha ezt a hármat összeadjuk, már láthatják, hogy több mint 1,5 milliárd forint. Tehát, hogy az alapintézményünknek a fenntartása, beleértve az óvodákat, iskolákat már nem, kultúrház, orvosrendben, szociális otthon, stb. Ezeknek az alapvető fenntartása, tehát bér, járulék és a dologi kiadás az meghaladja a 1,5 milliárd forintot, ami a költségvetésünknek több, mint a fele önmagában. Ebből a táblázatból még kiemelném a 34. sort, ami mutatja, hogy az idei évben a felhalmozási kiadások összesen, tehát új beruházás, fejlesztés, felújítás, stb. Összesen 397 millió forint a tervek szerint, tehát közel 400 millió forint, ami úgy gondolom, hogy évvégére meg is fog valósulni. Minden beruházásunk nagyjából ütemesen halad, úgyhogy körülbelül e körül lesz a végső szám is. A önkormányzat dologi kiadásait mutatja a következő táblázat. Hát itt néhány dolgot emelnék ki, amit így csak ismeretterjesztés céljából mondok, hogy például a második sorban a köztemető fenntartás, mondjuk úgy néz ki, hogy az idén 3 millióval, vagy 2,5 millióval több, mint tavaly, ez nem így van, hanem mindenki tudja, hogy a gyermeksír parcella alatti részt, a régi gyermeksír parcellát, azt felszámoltuk, tehát annak ez a költsége van itt, mint többlet, és ott szeretnénk majd meg is nyitni egy új parcellát, mert a mostani parcellák, amiben temetünk, azok lényegében beteltek. Elszórtan ugye szintén felszámoltunk sírokat, tehát a régi parcellákban is vannak újraértékesíthető sírhelyek, de egy komplet új parcellát is tervünk megnyitni, és az ez lesz majd. Fölöm a figyelmet mondjuk a 6-os sorra, hogy a közvilágítás egy évben majdnem 24 millió forintba kerül. Ez is emelkedett, ugye itt van egy hosszú új szakasz, a Városliget sétány, ami tavaly ilyen tájba lett kész, így össze, és az is belépett ugye a költségek közé. Érdemes a 7-es sort megnézni, hogy a zöld területek, a városban lévő, tehát főutcai zöld szigetek, a parkok, a egyéb zöld helyeknek a gondozása, virágosítás, stb. Az közel 14 millió forintba kerül egy évbe. 8-as sor is érdekes, a városüzemeltetés, ahol benne van sok minden mellett, ott fel van sorolva a városüzemeltetési kiadások, sok minden magába foglal ez a pont. Közparkok üzemeltetése, rengeteg ilyen utcai rongálás, korlátok, padoknak a cseréje, kresztábláknak a cseréje, buszmegállóknak a karbantartása, utcanévtáblák, stb. Rengeteg ilyen van benne. Több mint 18 millió forint, majdnem 19 millió forint egy évben. 13-as sor is érdekes, a nem veszélyes hulladék és a veszélyes hulladék gyűjtése, elszállítása, erre majd később ki fogok térni, ez több soron van könyvelve az önkormányzatnál, hogy rengeteg pénzbe kerül, mind a legálisan kirakott hulladék elszállítása, tehát nagyon sok ugye az utcai hulladékgyűjtőkbe érkező szemét, de még többbe kerül az illegálisan elszórtan mellé, vagy máshova lerakott hulladék elszállítása, hogy ezt össze kell szedni, konténerbe kell rakni, a konténer lerakása nagyon drága, és sajnos óriási mennyiség évről évre nő az illegális hulladék. Még próbálunk küzdeni ellene, folyamatosan nézzük, hogy kinek nincsen szerződése a zöldbicskével, akinek nincs, azt felszólítjuk, tehát folyamatos kapcsolatban vagyunk a zöldbicskével, igyekszünk üldözni mindenkit, aki nem fizet. A megdöbbentő az, hogy rendszeresen találunk a szemétben olyan csekket, vagy egyéb jelet, ami mutatja, hogy olyan emberek is kihordják illegálisan a szemetüket, akinek egyébként van szerződése. Ez számomra teljesen felfoghatatlan. Tehát van kukára a szerződése, fizetik is, és mégis kiviszi közterületre a szemetjének egy részét. Nem egy, nem kettő ilyet találtunk már. A
intézményeknél említettem, hogy mennyibe kerül a fenntartásuk, most szeretném megmutatni, hogy milyen létszámokkal dolgoznak, amint látják, gyakorlatilag semmilyen változás nincs. Az összes intézmény ugyanazzal a létszámmal működik, mint egy évvel ezelőtt, egyedül egy plusz fő van a hivatalnál, pontosabban, ha jól emlékszem, ez a főzőkonyhán volt, de nem vagyok 100% biztos. Lényegében a tavalyi létszámok vannak. Itt lehet látni, hogy 220 státuszt alkalmazunk összesen az önkormányzati intézményekbe. Már nem számít önkormányzatinak ugye a két iskola, az egyik a német önkormányzatnál van, a másik pedig a érdi tankerületnél van, tehát azok már itt nem szerepelnek. Itt van az az érdekes táblázat, amire nagyon szeretném a figyelmet felhívni, hogy az állami finanszírozás hogy viszonyul az önkormányzati finanszírozáshoz, az intézmények fenntartására. Például az óvodáknál, hogyha megnézik az első, ez a német nemzetiségi, tehát a Rákóczi utcai óvoda, ott van, hogy mennyi az állami, mennyi az önkormányzati. Én kiszámoltam, hogy az azt jelenti, hogy az állam körülbelül a 79%-át finanszírozza a tényleges költséget, tehát 21%-ot az önkormányzatnak kell hozzátenni. A Ligeti Cseberedőnél ennél is rosszabb, ott 74%-ot tesz ki az állam, 26%-át az önkormányzat teszi hozzá. A legrosszabb, egyik legrosszabb a Művészetek Háza, ahol az állam ad 19 milliót, és nekünk 57,5 milliót kell hozzátenni. Magyarul 25%-át fedezi a tényleges költségeknek az állami támogatás. 25%-át. Tehát 75%-át az önkormányzatnak kell valahonnan oda tenni. A rendelőnél sokkal jobb a helyzet, mert ott a működés viszont 100%-ban az OEP vagy NEAK finanszírozza, de abban nincsenek benne a fejlesztések. Tehát már, ahogy említettem, az épület karbantartás, felújítás, lifttől kezdve az energetika, ablakcsere, a rendelők felújítása, az már mind önkormányzati pénzből megy, az itt nincs benne ebben a táblázatban, mert ez csak a működtetés költségeit mutatja. A gazdálkodási ellátó szervezet, ami az összes intézménynek ugye a könyvelését most mondjuk így egyszerűen végzi, 0 forint az állami támogatása, ezt külön az állam nem ad, tehát az teljes egészében majdnem 30 millió forint, 100%-ban az önkormányzat finanszírozza. A bölcsödénél, ha megnézik a számokat, körülbelül ugyanannyi az állami összeg, mint az önkormányzati, magyarul durván 50%-ban, sőt több az önkormányzati, 51%-ban az önkormányzat finanszírozza a bölcsödét. Itt az állam és az önkormányzati rész van, csak amit a szülők fizetnek, azt nem tettem ide be, de a lényegen ez nem változtat, az arányokat mutatja, hogy az állam és az önkormányzat szerepvállalása az milyen. Hát a polgármesteri hivatal az a Művészetek Házához hasonlít, a polgármesteri hivatal működtetésének 27%-át fedezi az állami támogatás, 73%-ot az önkormányzatnak kell kigazdálkodni hozzá. Ezt nagyon fontosnak tartom ezt a táblázatot, hogy mindenki tisztában legyen ezzel, hogy ha másfajta elképzelései vannak, vagy mást hall, esetleg a tévében vagy a rádióban, ezekért én szavatolok, ezekért a számokért, ez a véres valóság és igazság. A kiadásaink között fontos tétel nem csak az intézmények fenntartása, hanem a közösséget összetartó rendezvényeknek a finanszírozása. Ez egy évben durván 25 millió forintba kerül. Mostanában láthatják, a elmúlt évben 14 nagy ilyen városi ünnepségünk volt, most a kicsiket ide nem vettük be. Legnagyobb ünnepünk ugye a Vörösvári Napok, ami az idén jó hosszú volt, 7 teljes nap volt a Vörösvári Napok. Ennek majdnem 22 millió forint volt a költsége, miatt valaki nagyon megijedne, megnyugtatom, hogy a bevételi oldalon körülbelül 18 millió forint bevétel volt. Nagyon kimagasló volt a bevétel, ezért külön dicséret illeti a Művészetek Háza munkatársai, akik nem csak a kulturális programot, hanem az étkeztetést is bonyolították, és ugye a sztár vendégek kiválasztása is nagyon jól sikerült, tehát az esti koncertek nagyon nyereségesek voltak, úgyhogy hogy a különbözet az csak ilyen 3-4 millió forint, ebben igen nagy érdemeik vannak. Itt szeretném elmondani, hogy sok szóbeszédet hallottam ezzel kapcsolatban, hogy
Ja, persze, mert hogy fizetni kell az esti koncertekért, és hogy bezeg, itt vagy ott vagy amott, nem akarok más településeket megnevezni, ingyen van. Én úgy gondolom, hogy ez tiszta vizet kell önteni a pohárba, hogyha itt ingyen osztogatnánk, akkor láthatják, hogy akkor 21-22 millió forint kiadása lenne az önkormányzatnak a vörösvári napokból. Tehát, hogyha ilyenekre költjük ingyen ebédre, vagy ingyen cirkuszra, akkor nem fog pénzünk lenni útépítésre, csatornára, vagy járdára, vagy parkolóra. Tehát ezt tudni kell. Ingyen nincsen semmi. Én úgy gondolom, hogy az 1800 vagy 2000 forintos belépőjegy, az nem egy akkora összeg, amit egy évben egyszer a város legnagyobb ünnepén valaki, hogyha tényleg ott akar lenni, nem tud megfizetni. Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen reális és normális belépődíj, amikor az önkormányzatnak ilyen kiadásai vannak. Nem mondhatom el, mert ezek a sztár vendégek általában olyan szerződést kötnek, hogy tilos elmondani, hogy mennyit kérnek, de higgyék el, hogy nagyon, nagyon sokba kerül egy ilyen koncert, egy sztár vendég, nem egy millió, nem is kettő némelyik, hanem annál is jóval több. Úgyhogy ezt így kell elképzelni. És még annyit, hogy egyébként nálunk is minden évben van egy ingyenes este, ugye eddig hétfőn szokott lenni, meglátjuk, hogy lehet, hogy változtatunk, vagy azt áttesszük esetleg vasárnapra, még nem tudom, nincs eldöntve, de azt mindenképp szeretném mondani, hogy az is egy ilyen igaztalan hisztéria volt, ami terjedt a városba, hogy ha le akarok menni búcsúkról inni egy sört, akkor 2000 forint belépőt kell fizetnem. Tehát ez abszolút nem igaz. Tehát reggeltől estig nyugodtan lehetne, tehát mindenki és nyugodtan ihatott sört belépődíj nélkül, de amikor este kezdődik a koncert fél órával előtte, vagy egy órával előtte, onnantól kezdve nyilvánvaló, hogy rendet kell tartani, mert ha valaki azt mondja, hogy ő csak egy sört akar inni, és megáll a sátor oldalától fél méterre, akkor ugyanúgy élvezi a koncertet 0 forintért, mint az, aki megvette a belépőjegyet. Tehát nekünk muszáj rendet tartani, és nem a sörért kell a belépőjegyet fizetni, hanem azért kell, mert a koncertet hallgatni akarja. De egyébként az összes program ingyenes, végig ott lehetett mindenki reggeltől estig. Tehát ez egy ilyen csúsztatás, amikor úgy akarják beállítani, mintha a sörért kéne belépőt fizetni, vagy ha valaki a búcsúba megy, akkor ő nem tudna egy sört meginni, csak hogyha 2000 forintot fizet. Említettem, hogy majd néhány feladat ellátásról részletesebben beszélek, ilyen a főzőkonyha. A legaljára hívnám fel a figyelmet, hogy a főzőkonyhán most már majdnem 1800 adag ételt készít naponta. Ehhez 16,25 státuszuk van. Ha beszorozzák, látják, hogy egy konyhás nő több mint 100 emberre főz, ha most ilyen durva számítást csinálok, tehát iszonyatos nagy munkát végeznek, nagy tiszteletet érdemelnek, és a kötelező feladataink, hogy túl, hogy ami 5 intézmény, a két óvoda, a bölcsöde és a templomtéri iskola meg a napos oldal, azon túl még 6 másik intézményre főznek, a Schiller gimnázium, Palánta, a vásártéri iskola, a Gyémánt étterem és így tovább, ott vannak felsorolva. Ezek már mind bevételes munkák, tehát ebből a konyhának a fenntartása gazdaságosabbá válik, hogy ezeket a plusz feladatokat is ellátják. Tavalyi évhez képest is még egy jelentős adagszám növekedés volt. Hát azt hiszem lassan vége lesz. Dicséret illeti a konyha dolgozóit, hogy mindent bevállalnak, de sajnos most már tovább valószínűleg ezt a számot nem lehet növelni. A városgondnokságról is szeretnék beszélni. Odaírtam a létszámokat, mert az emberek közt látom, hogy van egy olyan tévhit, hogy akin sárga mellény van, azt mind azt gondolják, hogy az valami közmunkás, aki ingyen dolgozik, és azt képzeljük, hogy itt hadak vannak, közben ugyanazt a 4-5 embert látják éjjel-nappal egyik helytől a másikig. Tehát a városgondnokság összes létszáma 11,5 fő, abból van egy irodai, aki vezeti őket, Drávai Zsuzsanna, van 8 fizikai, és van 2 fő közszolgálkoztató. Most a takarítónak meg a sofőrt nem számítom, mert a Feldhofer Janit mindenki tudja, hogy ez nem az utcán szokott söprögetni, hanem a hivatali autót vezeti. Tehát magyarul 8 fő városgondnokság, és ha megnézik a feladatokat, amit naponta végeznek,
vagy hát nem mindegyiket naponta, mert például az utcai szemeteseket ugye heti kétszer ürítik, de ezt folyamatosan kell csinálni. A szemetesek ürítése, ugye 129 darab, buszmegállók, a sporttelep folyamatos üzemeltetése, a temető folyamatos üzemeltetése, ünnepekre a lobogózások, az összes vízelvezető árok áttereszt, a játszóterek, a piac, a bölcsöde, a főzőkonyha üzemeltetése, a vörösvári napok előkészítése, lebonyolítása. Rengeteg munka, nem számítva, ami esetenként hozzájön. Ezt összesen ez a 8 fizikai dolgozó és 2 közfoglalkoztatott végzi. Ma lehet mondani, hogy miért nem többen, ez minden csak pénzkérdés, tehát ugye annyit tud alkalmazni az ember, amennyi jut minden feladatra, lehetne kétszer ennyi is. Nagyon nehéz egyébként, mert ahhoz, hogy többen legyenek, a béreket is nagyon meg kellene emelni. Mondok egy példát, az most a kertészeti csoportnál történt, de majdnem ugyanez, hogy annyira nincs fizikai kétkezi munkás, annyira nagy a munkaerő hiány ma Magyarországon és Pilisvörösváron is, hogy a fizikai dolgozókat állandóan elszikkázzák ide-oda. Ugye vannak cégek, akik sokkal többet tudnak fizetni, sokszor zsebbe is fizetnek, mindnyájan tudjuk, mert nem kell mellé beszélni, Magyarországon élünk, tudjuk, hogy mi a magyar valóság. Ezzel az önkormányzat nem tud versenyezni, és senkinek nem tudok egy forintot se a zsebébe adni, úgyhogy ne adózna utána ő is, meg az önkormányzat is. Tehát nagyon nehéz ebbe a bérversenybe beszállni, és nagyon nehéz megtartani a fizikai dolgozókat. Nagy elismerés illeti ezt a 8 embert, akik ezt a munkát végzik. Nagyjából ugyanezt lehetne elmondani a kertészeti csoportról, ha megnézik, 2 fő és 3 közfoglalkoztatott látja el. Az összes tér, főutca, stb. A mávállomások itt, ha megnézik, föl vannak sorolva, ami nagyon jelentős tétel egyébként. Külön vannak még önkormányzati ingatlanok, a parkok. Ezeknek a folyamatos fűnyírás, virágosítás, locsolás, szemétszedés, a sövények, bokrok, fáknak a gondozása, a fák, fasorok locsolása, nagyon komoly munka, 2 fő és 3 közfoglalkoztatott látja. Itt mondom el, volt olyan, aki most ment el 2 hónapja, vagy még annyi se, hát próbáltam marasztalni, próbáltam neki ajánlani, emeltem volna bruttó 60 000 forinttal a bérét, mosolygott, hogy polgármester úr ne erőlködjön, mondom, mennyit kap az új helyén? Azt mondja, nettó 350 000. Tehát ilyen bérekkel nem tudunk versenyezni, nem marad a kasszába egy forint se. Szóval nagyon nehéz embert találni, és nagyon nehéz megtartani őket. És nagy tisztelet illeti a Göldner Zsoltot, meg a kollégáját, aki tényleg hősiesen ilyen létszámok mellett is, azért én úgy érzem, hogy tisztességesen rendbe tartják a város. Mindig lehet fényképezőgéppel szaladgálni és lefényképezni 2 fűszálat, de összességében, ha valaki Vörösváron végigmegy, én úgy gondolom, azt el kell, hogy ismerje, hogy nagyjából a város rendben van. Mindenhol lehet hibát találni, én is mehetnék bárkinek az udvarjába, otthon kamerával, meg mikroszkóppal fotózgatni, lehet, meg lehet ebből cirkuszt csinálni, de úgy gondolom, hogy aki körülnéz, az láthatja az erőfeszítést, és láthatja, hogy a városban rendet rakunk. Én nagyon sok olyan céggel tárgyalok, állami szervezetekkel, akik járják egyik települést utána másikat, és nem egy mondja, hogy összehasonlítva, hogy járják a különböző településeket, sokszor kapok dicséretet ahhoz, azért, hogy Vörösváron milyen rend van. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy itt nincs hiba, csak azt akarom mondani, hogy a magyar viszonyokhoz és az önkormányzat lehetőségeihez képest, én úgy gondolom, hogy tisztességesen helytáll a hivatal. Amint látják, a közfoglalkoztatás is teljesen lecsengőben van. Tavaly még 11 fő volt a közmunkás, most már az idén csak 5 fő. Az állam részbe ki is vonul ebből a területből, részbe elfogytak itt a mi környékünkön, Budapest környékén, az agglomerációban. Ugye annyira nagy a munkaerő hiány, hogy mindenki már, akinek van kezelába, az elhelyezkedett. Tehát gyakorlatilag elfogytak a közmunkások, összesen 5 közmunkásunk van. Ők így is hasznos munkát végeznek, ott van, hogy
Egyébként gazdaságilag ez azért nagyon megéri nekünk, mert az önkormányzati támogatáshoz az állam ugyanannyit, vagy még annál többet hozzátesz, jóval többet, bocsánat. Tehát ha megnézik, még a 2018-as évben is, ugye az állam jelentősen hozzájárul ezeknek a bérköltségekhez, 3,3, majdnem 3,4 millió forinttal. Vannak aztán olyan feladatok, amit nem tudunk saját erőből elvégezni, ezekre valamilyen céget szoktunk kiválasztani, megbízni, itt látható a legfontosabb ezek közül, majdnem 44 millió forint, ebből 31 a téli sikosságmentesítés, nagyon jelentős költség, második legnagyobb, és most térek vissza erre a hetedik soron, a városi hulladék elszállítása és lerakása, majdnem 7 millió forint. Tehát nagyon-nagyon sok pénzbe kerül a szemét, nagyon sok a közfeleteken, mondom, a legálisan kirakott szemét is sok, meg az illegálisan kirakott szemét is sok. Minden évben fontos kiadása az utaknak a karbantartása, kötelező önkormányzati feladat, külön a úttípusok szerint nézem, az aszfalt utak közül az idei évben leginkább a Kamilla utca, a Madács utca, Szabadság utca és a Tó utca volt jelentősebb mértékben így kátyúzva, felújítva, a többi az kisebb jelentőségű volt. A Murvás utak közül a Madarász Viktor utca, a Szent Imre utca és a Tódüllő utca volt, ahol jelentősebb nagy a karbantartást végeztünk, ilyen gréderezést, hengerelést, murvázást, tehát igyekeztünk ezeket tűrhető vagy használható állapotba hozni. A Budai úton is volt egy ilyen jelentős útpatka, az most meg fog szűnni, mert ott most már kiépítjük rendesen a szilárd burkolatú parkolót, járdát, stb. Az aszfalt utakkal nem volt olyan jelentős nagy probléma, a Fecske utca volt a legproblematikusabb, a többi az kisebb jelentőségű volt, és itt láthatjuk a gréderezés, hengerelés, ami ugye a Murvás utakhoz tartozik. Béke utca volt a legjelentősebb, az több mint 1 millió forint, Csendbiztos utca, Fácán utca, hát itt, ahogy mondtam, a nincs szilárd burkolatú út, és az eső csapadék az nagyon sok kárt szokott okozni. Szerencsére a Viakoloros utaknál az idén nem volt nagy probléma. Összesen a következő táblát mutatja, egy 5 millió forint, nem olyan horribilis nagy összegnek tűnik, ennek a többszörösét is el lehetne költeni, de igyekszünk itt is tényleg észszerűen gazdálkodni. Sajnos olyan, hogyha rendbe teszünk egy Murvás utat, ha utána 2 hétig esik az eső, pekünk van, akkor 3 hét múlva már semmi nem látszik abból, amit beleöltünk a Murvás út felújítására, mert nagy sok gépjármű halad ezeken a Murvás utakon, fölázott úton végigmegy, kikátyúsodik, gödrösödik, és semmi nem látszik a munkánkból. Igyekszünk megdönteni, az árok felé folyatni a vizet, ahol nincs kihúzni az árkot, tehát próbáljuk észszerűen költeni a pénzt, amennyire lehet. Szociális ellátásokra egy 10,5 millió megy, ebből van, amit az állam finanszírozott, középen van egy oszlop AÖ, ahol A betű van, azt az állam fizeti, amit Ő betű van, azt az önkormányzat. Hát láthatják, hogy nem olyan nagyon jelentősek, hála Istennek, Vörösváron viszonylag más településekhez képest kevés olyan ember van, aki szociálisan annyira rászorult, hogy segélyezni kell, vagy rendkívüli valamilyen támogatásra szorul. Ott van, hogy milyen támogatási formákat nyújtunk. Az egyéb támogatások az egy jelentősebb összeg. Itt térek vissza a napos oldalra, megnézik, hogy mennyibe kerül a napos oldal szociális központ fenntartása. Két szám, az első két sor, azt összeadják, durván 130 millió forint. Nem mindent az önkormányzat fizet ebből, tehát egy jelentős rész állami pénz, de nagyon jelentős az önkormányzati rész. Most nem csináltam itt egy külön táblázatot, de nagyon jelentős, nem emlékszem fejből, ez a két sor együtt Vörösváron nagyságrendileg 20 millió forint körül van, amit az önkormányzat tesz hozzá. A négyes sorra fölém a figyelmet, mert sokan nem tudják, hogy az orvosi ügyelet, az éjszakai ügyelet, azt is az önkormányzat működteti, ahhoz van állami támogatás,
és az önkormányzat teszi hozzá, most arról se készítettem külön táblázatot, de egy ilyen 25%-át körülbelül úgy emlékszem. A 7-es sorra fölhívom a figyelmet, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak az állami fogorvosok, tehát aki nem maszek, ugye a Vörösváron a legtöbb fogorvos az maszek, akik a rendelőben dolgoznak, a két hölgy, ugye nagyon mostoha körülmények között dolgoznak, egyszer már nem lehet találni olyan fogorvost, aki hajlandó egy ilyen állami finanszírozás mellett elvégezni a munkát. Ugye a kuncsaftokat lefőzik a maszekok, a szerencsétlen államnak csak a foghúzás marad, vagy a csúnya szóval az esztétikás kezelések, amin haszon nincs. Munka nagyon sok van, sok gond, sok beteg, kevés ember, nagyon nehéz munkát végeznek. Most már ketten látják el a 4 praxist, úgyhogy az önkormányzat, ez a közel 2 millió forint praxis hozzájárulás azért van, mert ráadásul úgy finanszírozza őket az OER, hogyha többet dolgozik, egy bizonyos pont után azt már nem finanszírozza. Bonyolultabb ennél, de ilyen egyszerűen akarom csak elmondani. Tehát egyszerűen, ha többet dolgozik egy pont után, már veszteséges, magának csinál kárt, jobban jár, ha nem dolgozik annyit. De akkor a beteg nincs ellátva. Úgyhogy az önkormányzat ezért fizeti nekik ezt a praxis hozzájárulást, hogy el legyenek látva a betegek.